Lezuhant egy katonai helikopter egy isztambuli lakónegyedben. A balesetben 4 katona meghalt, egy pedig súlyosan megsérült. Civil áldozat nincs, az utcán ugyanis épp nem volt senki. Az eddigi információk szerint a helikopter egy oktatójármű volt, amely leszállás közben meghibásodott, majd először egy 4-szintes ház tetejének, aztán a járdának csapódott. A helyszínt azonnal ellepték a rendőrség, a mentőszolgálat, a tűzoltóság és a katonaság emberei.